meg tudjuk nézni az EKG-ját, akár egy szívinfarktust észre lehet rajta venni, egy pitvafibrillációt. Modern orvosi eszközöket, például mobil EKG készüléket vásárolt néhány hónapja a Kapospulai Önkormányzat a helyi házi orvosi rendelőnek, valamint a védőnői szolgálatnak. A két ellátás egy épületben kap helyet, ami most a már említett pályázati rendszernek köszönhetően szintén megújult. Modern infrafűtő panelek kerültek a beltérbe, a működtetésükhöz szükséges energiát pedig mostantól megújulók termelik. Ez egy fűtéskorszerűsítési pályázat volt. Egy elavult hőtárolós fűtést váltottunk föl egy infrapanelos fűtésre, és az energia nagy részét azt a tetőre felszerelt napelemek biztosítják. Az orvosi rendelés vagy orvosi körzet az Atala és Kapospula ugyanaz a házi orvos látja el. Ugye Kapospula létszáma 860 fő, és a védőnői szolgálat is itt van, és a védőnőnek körülbelül ilyen közel 100 gyerek van, akit ellát. Vagyis szép számmal vannak gyerekek a Kaposmenti kis településen. Ez is közrejátszott abban, hogy a helyi önkormányzat egy kültéri fitnesspark megépítésére is pályázott a Magyar Falu programban, közvetlenül a nemrégen kialakított játszótér mellé. Így, amíg a gyerekek játszanak, a szülők edzeni tudnak a kicsiket felügyelve. A sportlétesítményt szintén most adták át. Ez egy A-típusú sportpark, igazából ezek úgy kerültek kiírásra, hogy a lakosság létszámtól függ, hogy hány eszköz van elhelyezve. Ez egy alap 10 eszköz van elhelyezve, ami nyújtásra és fekvőtámaszra alkalmas. Ugye gumi van alatta, hogyha valaki leesik, akkor ne sérüljön meg. A Magyar Falu programnak köszönhetően most a játszótér és a fitnesspark mellett található 400 méteres járdaszakasz is új térkövezést kapott. A település polgármestere szerint így egy igazi 21. századi közösségi teret sikerült kialakítani a faluban. Kapospulának egy, úgy gondolom, hogy a legszebb része. Itt egy nagyon szép játszótér van kialakítva, mellette ott van a Pajta Színház, de én úgy gondolom, hogy ez egy komplex szabadidő park, amiben most minden megvan. Van a kisgyerekeknek a játszótér, a nagyobbaknak, a felnőtteknek ez a sportpark, és hogyha bármilyen falusi rendezvény van, ugye akkor a Pajta Színházban meg lehet oldani. A most lezárult fejlesztések átadásán Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, hogy a Magyar Falu programnak köszönhetően tavaly több mint 1 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések a kaposmenti és a völgységi falvakban. Az elmúlt időszakban a Magyar Falu programnak köszönhetően nagyon sok településen tudtak megújulni az orvosi rendelők, a közösségi terek, kultúrotthonok. Úgyhogy örülök annak, hogy a 20-as évben az 58 településemből 56 település tud pályázni a Magyar Falu programra, ott 1,3 milliárd forintot tudtak megpályázni, illetve elnyerni. És az egész körzetre nézve pedig arról tudok beszámolni, hogy 3 milliárd forint fejlesztési forrás jutott erre a kerületre. Úgy gondolom, hogy a 20-as évvel elégedettek lehetünk, és reméljük, hogy ebben az évben és a következő években is hasonló sikereket tudunk közösen elérni. A Magyar Falu programot 2019-ben indította el a kormány. A támogatási rendszer 3 pillérből áll. Ezek közül csak az egyik az önkormányzatok és egyházak által pályázható fejlesztések. Meglepően hangozhat, de ide tartozik még a hatalmas népszerűségnek örvendő falusi csok is, amit eddig országosan 17 ezer család igényelt, mintegy 91 milliárd forint értékben. A Magyar Falu program részeként ezek mellett a kis településeket összekötő mellékútállózatok felújítása is zajlik. Tolna megyében utóbbi keretében 18 szakaszon mintegy 46 kilométernyi út újulhat meg. Ennek a mi falusi útalapnak hívjuk, ennek a falusi útalapnak a keretében, amit biztosan látunk már Tolna megyében 18 szakasz már kijelölésre került, amelyet céloz a kormány felújítani. Ez 2019-es 20-as terv, 46 kilométernyi útszakasz került meghatározásra, ennek kb. A fele el is készült, ez több mint 2,5 milliárd forintos program keretében ennek a fele elkészült. A másik fele vagy folyamatban van a kivitelezés, vagy tervezés alatt áll, és a
márciusban a jó időbe köszöntével neki lehet állni a munkálatoknak, és még az idei évben és a jövő év elején egy hasonló nagyságrendű, tehát kb. 40-50 kilométernyi úthozban szeretnénk további felújításokat végezni, és emellé jön még egyébként egy viszonylag nagyobb útkarbantartási, egy nagy felületű útburkolatjavítási program is. Itt is több tízezer négyzet, bocsánat, százezeres nagyságrendű négyzetméter felület sikerül majd kijavítani. Ez, ami Tóla megyét illeti. A Magyar Falu programot tehát 2019-ben indította el a kormány. A program országosan eddig 12 000 pályázat 130 milliárd forintnyi fejlesztését tette lehetővé.